Tisztelettel köszöntöm a Frankó TV nézőit, harmadszor jelentkezünk Jókáról, ahol a 6. liga déli csoportjában a 7. fordulót pótolták be, és a listavezető Jóka 3-0-ra megverte a Balonyt, de nem volt ez egyszerű meccs. Az első fél órában a sereghajtó Balony minimum olyan jól játszott, mint az éllovas, az első helyzet Jóka, de aztán jött Kilacskó Dominik, és hiába állított 4-tagú sorfalat a kapus, rövid felső sarokba kötött ki a labda. Hát Dominik, te ilyen jó szabadrúgásló vagy, vagy sokat gyakorolod? Nem az, hogy sokat, de bíztam magamban, hogy berúgom. Ott a Robko is el akarta vinni, de mondtam, hogy nem, hogy én rúgom. Úgyhogy szerencsére bement. Igen, a nézők azt mondták, Dominik, állj oda és rúg be, úgyhogy a nézőket kiszolgáltad. Igen, hát berúgtam szerencsére. Igen, mások is bíznak benne, nem csak te saját magadba. Aztán az első félidő végén ugye a Balonyak megint közel álltak az egyenlítéshez, és az edzőtök szerint a második gól döntött, ami szintén szabadrúgás volt, de ott talán a vendégkapus is hibázott, hogy láttad? Ott szabadrúgás volt szintén, hát sorfalba rúgta Robko, ő szerencsére jól pattant elénk, és a Dávid befejelte, de a kapus fölöslegesen jött. Igen, maga is elismerte a kapus. Ugye sokan közben is jöttek a meccsre, mert ugye dolgoznak, azért ez egy amatőr csapat, tehát meccs közben is változott a taktika is, meg a fölállás is, azért ez nehéz volt így. Persze, meg meccs előtt se tudtuk, még 4-kor, még 3-an nem voltak itt, én is úgy jöttem csak munkába, úgyhogy... De. Aztán összeraktuk. Igen, ugye, hát első helyen vagytok, és hát ez a 6. meccs otthon. Igen. És még nem kaptatok gólt otthon, csak Tallóson, a Szeli Tallós csapatától. De hát akkor a védelem az erősség, vagy a csatárok is védekeznek? Há, egész csapat úgy védekezik, kapusunk is jó. Fiatal edzőtök is van, tanár úr, úgyhogy gondolom, hogy jól szervezi a játékot, és hát gondolom azért edzésre is kell járni, azért rendszeresen jártok hányan? A 12 az mindig, aztán a többi az. Ha most elkezdődik a iskolák is, vannak fiatalok, de többnyire járunk elég sokan, úgyhogy igyekszünk, amennyire tudunk. Igen, azért dolgozol, te is fiatal srác vagy, 20 éves, és hát azért a szabadrúgásokat majd megnézlek több meccsen is, azért, hogy... Eddig nem rúgtam egyet sem, úgyhogy az volt, azért nem baj. Na, akkor jó, hogy eljöttünk, mert láttuk, tehát látod, hogy akkor nem is vagy specialista? Nem én szoktam amúgy rúgni, de most jó helyzetből volt, úgyhogy elvittem. Ezek után akkor most már kell bevállalnod? Most már biztos. Oké, és hát te Jókai srác vagy? Igen. Na, akkor elég sokan a Jókaiak közül hányan? Most a csapatban hány Jókai van? 4-5-6. Annyi biztos. Persze, már sok fiatal van, aki visszagyett is focizni. Úgyhogy meg vagyunk Jókaiak. Oké, szuper dolog. És hát ugye te azért még csak 20 éves vagy, ez a 6. liga. Én azt mondom, hogy jól kezeled a labdát. Miben ugye szabadrúgást is tudsz lőni, most derült ki. De miben kéne még szerinted fejlődni, és gondolom azért, hogyha lenne lehetőség, akkor szeretnél följebb is lépni. Nem tudom, most én nekem itt egyelőre tetszik, úgyhogy nincs hova rohannam. Aha, értem, szerény srác vagy, pályán ilyen vagány vagy, kamera előtt szerény, de én azt mondom, hogy 33 éve vagyok profi újságíró, és mindig a magyar srácokat figyelek, én azt mondom, hogy azért nyugodtan lépjél rá, mert nem azt mondom, hogy menjél most Jókáról, de többre van neked biztos, mint a 6. liga, ezt hidd el nekem. Hát voltam én föllebb, úgyhogy föllepodiztam egy 3. ligát is. Igen, hol? Galántán, de nem volt ott, csak egy meccs is tartom, úgyhogy... Ja, egyébként nem kaptál lehetőséget, ad, még túl fiatal voltál. Hát ugye lehet ugrani mondjuk Bősörl és a Zsigmond Kevin. Szlovák 4. ligából ugrott Teplicére, Cseh ligába. Tehát azért lehet, vagy nem annyira komolyan szeretnéd venni a focit, inkább a munkát? Nem, még komolyan veszem, úgyhogy már kiskorom volt, 5 éves koromtól focizok, úgyhogy ha lenne esély, akkor biztos megpróbálnám, de még nem rohanok. Hát meg vagyok. Meg vagy itt Jókán, hát a Jóka meg örül, hogy a Dávid itt van. Én azt gondolom, hogy szerintem egy 2-3 év múlva már nem lesz itt, ezt a Deák Zoli elnöknek üzenem. Hát szurkolok, hogy azért erősödj, azért kellene az, és még szerintem miben kéne fejlődnöd? Nem tudom,
Mindenben. Persze. Mindig van miben. Így van hát. Kilacska Dominik, gratulálok ez a szép szabadrúgás gólhoz, és azért lőjé még, és adjál gólpasszokat. És hát remélem, hogy ez a tűzkeresztségen átestél, hogy most már nem fogsz félni többet a kameráktól, úgyhogy... Köszönöm szépen, lehet. Gratulálok. Köszönöm.